Egy elképesztő helyen vagyunk, mondhatni onnan indulunk el szinte, ahonnan a mögöttem ülő úriember is, aki két dologban is érdekes számunkra. Az egyik az, hogy nem ezen a néven, amin én most szólítom, Pintér Kornél néven látta meg a napvilágot, a másik, hogy hatodik osztályos koráig se írni, se olvasni nem tudott, mára viszont két diplomás pásztor. Az ő életébe fogunk egy picit beletekinteni, tartsatok velem! Milyen érzés neked itt lenni újra ezen a helyen, bár nem itt születtél, de ilyen körülmények között éltél, mint ezek az emberek? Jó érzés itt lenni, nincs semmi negatív érzés ezzel kapcsolatban. Inkább egy olyan szeretet érzésem van, nagyon szeretem ezeket az embereket, közel vannak a szívemhez, de van egy ilyen jellegű, mindig úgy megdobban a szívem, hogy annyira szeretnék segíteni nekik, hogy ahogyan engem Isten fölemelt, hogy ők is fölemelkedjenek, és könnyebb legyen az életük. Mielőtt belemennénk abba, hogy a te életed honnan is indult, mert ugye már a születésedkor elkezdődtek itt a gondok, megkínáltlak egy kávéval. Igen, egy kávét elfogadok. Jó. Pincér! Hoppá, hoppá, meg is érkezett. Sziasztok! Szia, Kornél! Szia! Szia, mit hoztatok? Én kérek egy kávét tejjel és kettő cukorral. Kávétel, kettő cukor, neked mit hoztatok? Egy kávét kérnék feketén. Kávé feketén, oké. Figyeltozom, sietek. Oké, köszönjük szépen. Szóval kezdjük onnan, hogy megszülettél. Igen. Van-e emléked, gondolom nincs, de azért meséltek róla. Igen, csak másoktól hallottam, szüleimtől később. Izsákon születtem, egy roma telepen, vagy hát egy olyan helyen, ahol abban az időszakban így a széle volt Izsáknak, és sok több cigány család élt ott azon a részen. És hát beindult a szülés, és mire kiért a mentő, addig az udvaron megszülettem, és így oda Izsákra anyakönyveztek, és nagyon érdekes. Tehát az udvaron születtél? Nem is benne a lakásban? Nem, kint az udvaron, hogy az a... Mikor mondom, hogy hol születtem, csomóan rákérdeznek, hogy hogy történt, mert Izsákon ekkor már nem volt kórház, ahol. Ja, értem. Ugye a helyiek ezt egyből fölismerik. Wow, köszönöm szépen. Így fogod nekünk kimérni a kávét. Így tudtam most, ne haragudj. Megbocsátok. Köszönöm szépen, bőven elég. Egészségedre. És csak megkapod az alját. Köszönöm szépen. Tessék. Ez igazán autentikus körülmények között. Tessék. Igen. Köszönjük. Kornél. Köszönöm. Köszönöm. Egyébként így Kornél, ez a fajta kávézás, ez mennyire volt az életetek része később? Hát nagyon, köszönöm szépen, nagyon sokat kávéztunk. Igen? Már kisgyerekkorom óta nagyon sokat. Kisgyerekkorodban? Hát én is már, igen, így szogattam a kávét, mivel hát, hogy otthon sok volt, a szüleim is nagyon nagy kávésok voltak, úgyhogy régóta iszom már én is, és Aha. Nagy kávézós vagyok most is. Amikor kicsi voltak, 2-3-4 éves, azért gondolom már felfogtad, hogy milyen körülmények között éltek. Voltak olyan vágyaid, érzéseid, ami pontosan az ellen irányult, hogy nem miért ilyen körülmények között vagy? Nem igazán tudtam fölmérni, hogy mi az igazi probléma, de gyerekkorom óta volt egy negatív érzésem azzal kapcsolatban, ahogyan én élek. Minden, tehát ugye az életkörülményeinkkel, a ruházatunkat, szóval mindennel kapcsolatban, a tisztálkodással, mindennel kapcsolatban volt egy elégedetlenségem, és ez így egész gyerekkorom óta ott volt bennem. Miért, milyen körülmények között éltél? Hát nagyon, nagyon szegény körülmények között éltünk, mi már Izsákon is, Orgoványon aztán különösen. Egy kis házba költöztünk, ahol két helység volt abban az időszakban. Egyikben voltak a szüleim, a másikban mi. És hát nagyon sokszor, tehát a háznak az állapota is nagyon olyan volt, a tisztálkodás is, természetesen fürdőszobánkról szó se lehetett. Tehát a tisztálkodás is nagyon nehézkesen ment, lavorba fürödtünk, amikor fürödtünk, meleg vízhez is az elején nehezen jutottunk, szóval minden az ellen volt, hogy rendszeresen tisztálkodjunk, és hát az ételből is nagyon sokszor nagyon nehéz
tehát nagyon kevés volt. Érdekes, hogy fizetés környékén mindig sok étel volt, ezt az időszakot nagyon szerettük, aztán az a pénz nagyon hamar elfogyott, és aztán pedig nem volt otthon étel, és így mindannyiunknak, hát sokszor volt, hogy anyukám még kölcsön kértek, és akkor lett valahonnan, aztán sokszor volt olyan, amikor nekünk kellett menni és kérni, mert éhesek voltunk, főleg ez azért is, mert egész fiatal korunkban már magunkra voltunk utalva, ugyanis anyukám időnként eltűnt otthonról, és így hogy apukám nagyon hamar elhagyott minket, probléma volt a házasságban, és apukám elhagyott minket, úgyhogy amikor anyu elment... De ez mit jelentett, hogy elment? Hát, otthon hagyott 4 kisgyereket? Igen, buli volt, ment a rokonokkal, ismerősökkel bulizni, és akkor napokra eltűnt otthonról, és aztán újra néhány nap múlva újra láttuk, amikor hazajött a... És azt se tudtátok, hol van anyukátok? Nem. És melyik, hány éves volt a legidősebb, aki vigyázott hát aztán a többire? A testvérem, a legidősebb testvérem, Gyöngyének hívják, ő 80-as, tehát 3 évvel idősebb, mint én. Úgyhogy ha én voltam mondjuk 6, akkor ő 9-10 éves volt. 9. Tehát egy 9-10 éves vigyázott egy 6, egy 4, igen, meg egy 2 évesre? Igen. Tehát igen, körülbelül gondolom így 2 évente hát születtetek? Van egy idősebb, volt egy idősebb testvérem, tehát úgy volt, hogy akkor mondjuk egy 9, egy 7, 6 és egy 4 évesre. Igen. És akkor ezek a pici gyerekek ott ültek egy téli hideg házban és várták, hogy az anyukájuk visszajöjjön? Igen. Haragudtam apukámra is, hogy ő nincs mellettünk, hogy ez a helyzet így alakulhat, és ő nincs itt. Úgyhogy volt bennem egy nagyon nehéz dolog, ahogy ezt feldolgoztuk. Mit tudott tenni egy 10 éves testvér, egy 2 évessel, meg egy 4 vagy egy 5 évessel, amikor sírtak ezek a testvérek, vagy ti is sírtatok, hát, hogy éhesek vagytok? Ha kellett, akkor fölvett minket, ha kellett, akkor megetetett minket. De ha nem volt mit adni enni, ha nem volt mit adni, akkor az következett, hogy mi mentünk és kéregettünk. Mentünk együtt, és voltak olyan házak, ahol tudtuk, hogy nagyon szeretnek, kedvesek, és adnak nekünk, és így mentünk éregetni, és kérni. Tehát egy 3-4 éves testvéreddel fogtátok egymás kezét, és bekopogtatok egy igen, téli estén emberekhez, hogy adjanak enni? Igen, hát nem emlékszem pontosan, hogy hogyan alakult ki, de végül már egy ilyen 3 ház volt a településen, ez egy kis település, és tudtuk, hogy erre a 3-4 helyre kell menni. Ha egyik helyen nem kaptunk, akkor mentünk a következő helyre, végigjártuk a helyeket, és valahol mindig kaptunk, általában kenyeret kértünk, hogy ehessünk valamit, vagy hozzá egy kis zsírt, vagy valamit próbáltunk, de én főleg a kenyérre, és hát nagyon érdekes, hogy van egy ilyen emlékem, amikor egyszer letérdeltem, nagyon rosszul voltam, nagyon éhes voltam, és amikor éhes lettem, akkor remegett a végtagjaim, szédültem, gyenge voltam, és már nagyon-nagyon-nagyon kellett volna ennem, és aztán térdelve kértem valakitől, hogy adjon nekünk egy kis kenyeret, és mindig találtunk valakit, aki adott. Volt-e a családban, mert mondtad, hogy ha nem nálatok volt a buli, akkor másnál. Ezeken a bulikon volt agresszivitás, vagy azért a buli mit jelentett? Lerészegedést jelentett, vagy mit jelentett? Hát igen, részegedést jelentett, de szinte kivétel nélkül volt valamilyen agresszió. Verekedés? Verekedés, igen, a felnőttek között mindig úgy alakult, hogy valahogy valami volt. Nagyon volt mostoha apukám is későbbiekben, ők is sokat verekedtek, tehát hogy a verekedés nagyon, az agresszió már gyerekként tanultuk ezt, mert egyszerűen ezt láttuk, hogy ahhoz, hogy túléld, ahhoz meg kell tanulnod agresszívnek lenni és erősnek lenni, és na hát én ebben nem voltam túl jó, mert valahogy a szívem nagyon lágy lett, de agresszióban nagyon sokszor vettünk részt, és nem csak a felnőtteknél, hanem nagyon sokszor kerültünk mi is olyan helyzetbe, hogy a szüleim, hát főleg ugye anyukám bántalmazott minket. Van olyan élményed, hogy gyerekként mondjuk 2-3 évesen is bántalmaztak nagyon? Igen, amikor a Orgoványra beköltöztünk a házunkba, talán ezek az első olyan emlékem sajnos elég negatív, ami
amikor a házat elkezdtük használni, és vettek a szüleim egy ilyen szobabútort. És a szobabútornak volt egy ilyen kisebb része, és ilyen tükrös. És hát engem, nekem az nagyon tetszett, nagyon érdekelt, és meg akartam nézni, de pici voltam, és nem láttam bele a tükörbe, ezért felmásztam a szekrényre. Igen, ám csak, hogy valahogy rosszul sikerült, és eldőlt a szekrény. És az új szekrény, amit vásároltak a szüleim, ott eltört a tükör, és apukám olyan ideges lett, ekkor még az elején ott élt velünk apu is. Akkor hány éves voltak el? Hát én úgy gondolom, hogy ilyen 3-4 körül lehettem. Ekkor még, és akkor apukám nagyon megvert, és aztán a végén feldobott a levegőbe, így megfogta a grabancomat, és így fölhajított, és aztán ott hagyott. És én leestem, összetört az arcom, és az első nagyon negatív élményem ez, ahogyan egy ilyen cserbehagyást éreztem. És nem is a fájdalom fájt annyira, hanem a cserbehagyás, hogy engem most megaláztak, feldobtak, és így nem kapott el senki. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, nagyon mély, negatív érzés lett. Főleg apukámmal kapcsolatban. És amikor így összetörtél, akkor anyukád oda rohant, vagy hívott orvost, vagy volt segítséged? Nem, orvosi kezelést nem kaptam. Hát megoldottam egyedül. És volt olyan erőszak, akár szexuális bántalmazás, amiben így részed volt? Vagy egyáltalán kellett olyat látnod gyerekként, ami nem egy gyereknek való? Ezen túl még? Igen, ugye a ház nagyon pici volt, ezért szinte minden hallatszódott, és sajnos ezeken a bulikon az agresszió mellett a szexualitás is nagyon sokszor megjelent. Úgyhogy kisgyerekként több esetben volt, amikor egy jelenetet végig kellett hallgatnunk, azért előttünk sosem nem történt, mert azért a cigányok szemérmesek ebben a kérdésben nagyon, de ugye az alkohol az azért fölülír dolgokat az emberbe, szóval nagyon sokszor volt, amikor végig is kellett néznetek? Amikor végig kellett hallgatnunk sötétbe, igen, ezt a jelenetet. Úgyhogy ez egy elég megterhelő dolog volt nekem, és tényleg olyan érdekes az, hogy meghatározta az embert, mert először olyan félelmetes, aztán pedig kíváncsiságot okoz. És én például ennek is érzem azt, hogy a cigányságban nagyon hamar szexualitás, már kapcsolatba kerülnek a fiatalok, tizenévesen már megtörténnek ezek a dolgok, és talán annak köszönhető ez, hogy nem annyira zárt ez a dolog, hanem már korán találkoztunk mi is a dolgokkal. Tehát volt egy ilyen éhező, volt egy agresszív, volt egy szexuális vonal, és volt olyan másfajta kényszerítés, például mondjuk az éhezés kiváltott bennetek a kéregetés mellett lopást is? Igen, nagyon sokat, hát nagy dolgokat sose nem loptunk, inkább csak az éhezés miatt, az éhség miatt a táplálék volt az, amiben igazán jók voltunk gyerekként. Ugye nem is jutott volna eszembe, hogy kocsit lopjak, vagy valami ilyesmit. Egyszerűen azt akartam megszerezni, amire szükségem volt, és megtanultuk boltból, házaktól a gyümölcslopást, az mindennapos volt, hogy felmásztunk a fára valahol, és lehettük a gyümölcsöt, de például boltból nagyon, nagyon profin csináltuk ezt, hogy a csokit, olyan dolgokat, amik kim voltak a polcon, azokat könnyű volt ellopni, mert csak mentünk, betettük a kosárba, és akkor aztán kihoztuk. A nehezebb dolog az mindig pont a legfinomabb része volt, a felvágottak. Azt ugye ki kellett kérni a pulttól, és akkor a pult után lehetett elrakni, de mindig az volt a félelmem, hogy valaki emlékszik rá, vagy esetleg a pultos jön oda a pénztárhoz, és akkor hogy majd lebukok. De mégis azt is, mert nagyon szerettem a felvágottat. Az éhezés miatt nagyon szerettem az ételt, nagyon központi helyen volt az étel, és ezért nagyon. Ma is van ennek következménye, hogy mondjuk sokat éheztél? Igen, ma is van, ugyanis folyamatosan küzdök azzal, hogy,
hogyha bár ma már nincsenek anyagi problémáink, meg tudjuk vásárolni a szükséges ételt, de mégis egyszerűen időnként hát nagyon nehéz kontrollálnom. Bennem maradt az, hogy ha van, akkor ennem kell. És ezért folyamatosan küzdök a súlyommal is, ugyanis nagyon nehéz a megfelelő mennyiséget eltalálni. Tehát egy esküvőre elmegyek, akkor annyira sokat eszek, és utólag érzem, hogy ezt nem kellett volna, de egyszerűen... Hányásig? Tehát hát addig, szinte. Amíg bírsz? Igen, én nem hányok sose, sajnos a gyomrom nagyon jól bírja az ételt, inkább csak nagyon feszülök, és nagyon hamar hízok, és folyamatosan, hát most is jó túlsúlyos vagyok, de mondjuk most 15-20 kiló mínuszban vagyok, ahhoz képest, mint ami szoktam lenni, és folyamatosan küzdök ellene, hogy nem akarok ennyire kövér lenni, de egy ilyen állandó, szerintem sokkal erősebb küzdelem a gyermekkori éhezés miatt. Soha nem is értettek meg engem, hogy nem sikerült igazán keménykednem a lopásban, a verekedésben, a mások bántásában mindig én voltam a leggyengébb. Nem fizikálisan, mert elég sokat verekedtem, elég sokat loptam, de mindig nagyon komoly lelkiismeret furdalást okozott nekem. Aztán nagyon komoly lelkiismeret furdalást okozott, ahogy iskolába jártam, az állapotom, a koszos ruhám, a tisztátalanságom, és mindig nagyon nehéz volt nekem ez lelkileg. Tehát feltűnt, hogy a többiek tiszták, és téged zavart a koszos ruhád? Igen, határozottan feltűnt, és határozottan zavart. És határozottan zavart az is, amikor másokat megkárosítottunk. Tehát, hogy érdekes ez, hogy a barátaim nem is értették ezt, hogy én miért törődök azzal, amikor valakinek elloptuk az ételét, hogy ő most mit fog enni. Tehát volt bennem egy, amit akkor nem tudtam megmagyarázni, de volt bennem egy, már akkor egy kiválasztottság, már akkor a szívem valahogyan máshogy működött, mint ahogy igazán a velem korú fiataloknak, akik profik voltak ugyanúgy velem a lopásban, profik voltak velem a mások bántásában, a pénzszerzésben, és az illegális pénzszerzésben, de mégis őket ez nem zavarta. Legalábbis ők sosem nem beszéltek róla, én nekem nagyon komoly lelkiválságot okozott ez. És valahogy azt érzem így utólag, hogy bennem mindig is volt egy vágy, hogy én ki akarok törni. Bennem mindig is volt egy vágy, hogy több akarok lenni. És van egy emlékem, amikor a testvéremmel beszélgettünk egy olyan környezetben, ahol amikor nagyon éheztünk, hogy ha ő idős lesz, akkor lesz egy mélyhűtője, és tele lesz fagyasztóval, fagyasztott hússal az egész mélyhűtő. Szóval egy ilyen nagyon... Egész máshogy működtem én is, és a testvéreim is, és egy ilyen esetben, amikor eljött hozzánk egy férfi, akit soha nem ismertünk azelőtt, aki... A házatokba, vagy a falutokba? Igen, házunkhoz eljött, és már akkor hozott nekünk egy pici csomagot, amiben élelmiszer volt, és mondta, hogy menjünk el vasárnap abba az utcába, a Vörösmarty utcába, a házba, és majd ott lesz ruhaosztás, meg élelmiszerosztás, és majd lesz egy ilyen istentisztelet is. Minket az istentisztelet része annyira nem érdekelt, de fölcsillant a szemünk, hogy akkor mi most fogunk kapni. Első ilyen élményem, amikor bementünk oda, a nagy öröm, hogy lesz otthon étel mellett, valami különös élmény volt. Ez 13 éves koromban történt. Én már megszoktam azt, hogy engem nem szeretnek. Én már megszoktam azt, hogy nem hallom azt valakitől, hogy szeretlek. És azt is megszoktam, hogy kifejezik többen, hogy nem szeretnek. De itt valahogy máshogy működtek a dolgok. Itt szerettek az emberek. Itt valami olyannal találkoztam, amivel azelőtt sose. Hogy itt valami módon, és gondolkodtam is azon, hogy talán nem ismernek, talán nem tudják, hogy lopok. Talán lehet, hogy azt se tudják, hogy épp nemrég tőlük is loptam szőlőt onnan az udvarból. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ez az érzés. Tehát megdöbbentél azon, hogy valaki szeret? Igen, határozottan. Talán ez volt az első olyan, amikor a nem megérdemelt szeretettel találkoztam. És nem is értettem, hogy volt ott egy velemkorú fiú,
idősebb lányok, de ők is még fiatalok voltak, és ők is öleltek, szerettek, kifejezték úgy a szeretetüket, ahogyan én még nem tapasztaltam az életemben. És akkor olyan hatodikos lehettél kb? Igen, ez hatodik évben történt. És tudtál olvasni, írni, számolni mindent? Tehát jó voltál az iskolában? Nem, egyáltalán nem tudtam. Hát számolni jól tudtam úgy, a matekot szerettem, de írni nem tanultam meg, és olvasni sem. És akkor hogy tudtál hatodikig eljutni? Hát úgy, hogy iskolában nagyon rossz gyerek voltam, nagyon sokszor, ma is emlékszem, hogy az utolsó padba ültem, és amennyire lehetett, fölhívtam magamra a figyelmet, rosszalkodtam, és hát igazából azt hiszem, hogy a tanárok lemondtak rólam, hogy legalább odáig jussunk el valahogyan, hogy tőlem tarthassák az órákat, ezért elengedtek, és tovább engedtek az osztályokon, hogy haladjon az osztály. És így hatodikban, hát ugye nem érdekelt a tanulás, soha senki nem kérdezte meg, hogy kész van-e a leckém. Haza se vittem az iskolatáskámat, mert akkor abból is mindig csak a baj volt, hogy elfelejtettem. Tehát igazából soha nem ült mellém valaki, hogy rákérdezzen, hogy fontos-e a tanulás. És ezért nekem nem is volt fontos. Nem is gondoltam, hogy ez valamit jelent az életemben. Uh-huh. És akkor ezzel a misszionárius, meg gondolom, ők misszionáriusok voltak. Igen. Megkértek arra, hogy vegyek részt egy jelenetben. Egy ilyen hívő kisfiú szerepét játszottam el ebbe a jelenetbe, aki más, egy idős emberen, Géza bácsint látogatott meg pont karácsonykor. Nagyon különös volt ez a számomra, mert számomra a karácsony egyáltalán nem jelentette a Krisztussal való találkozást, az örömöt, a szeretetet, de mégis én magam a szeretetet vittem ebbe a jelenetbe valakinek. És a végén úgy lett vége ennek a jelenetnek, hogy letérdeltünk és imádkoztunk. Képzeljétek el, hogy én az összes iskola társaim előtt egy hívő kisfiú szerepét játszottam el, hogy nekem mennyire fontos a szeretet, a szüleim, van egy anyukám, aki reggelit rakott elénk. Nagyon érdekes volt az egész, és jól éreztem magam ebbe a jelenetbe. De amikor letérdeltem és elimádkoztam a szerepemet, akkor Isten megszólított, és azt mondta, hogy ez a szeretet tőlem árad. És megértettem, hogy ez az isteni szeretet az életemben. És ki pazzer? Pedig aki oda bemegy, az lesz fényképezzel. Nem akarok a kévébe benne lenni. Jaj, ez az emberi. No. Mindjárt már ne félképezkes, hogy jaj, ez az ember. Tehát tulajdonképpen ott a színpadon befogadta Jézus Krisztust a szívedbe? Igen. Ott én azt nevezem igazán a megtérésemnek. Az előkészület volt az a néhány hónap, amíg jártam a gyülekezetbe, és ott igazán megszólított Isten, és azt mondtam neki, hogy én azonosulni akarok ezzel a fiúval. Tudatalatt azonosulni akartam azzal a családi élettel, az anyukáddal, aki leteszi a reggelit. Igen, aki egy szeretetteljes testvére van, egy meleg otthona, és egy meleg hely, és egy szeretet, ami körülölelte. Azonosulni akartam egyszerűen azzal a szeretettel, és én, ahogy lejöttem a színpadról, azt mondtam, hogy én Kornél akarok lenni. Én az akarok lenni, akit ott eljátszottam. Tehát a valódi neved akkor nem Pintér Kornél? Nem. Én Patai Ferencként születtem meg, és ekkor döntöttem úgy, és így is adtam elő ennek a család vezetőjének, hogy én Kornél akarok lenni, és szeretném megkérni, hogy engem Kornélnak hívjanak, mert én már nem akarok felé lenni többé. És innentől kezdve a gyülekezetben én Kornél voltam. Nagyon érdekes, hogy mindenhol máshol, otthon, az iskolában, mindenhol máshol Ferinek hívtak. Pontosan hallottam és fordultam a Ferire is, de a gyülekezetbe Kornélként szólítottak meg, és arra is ráállt a szívem, és azt is hallottam. Eszméletlen történeted van, Kornél, Feri. Kornél, nekem Kornél vagy. Általános iskolában én nagyon sok, nem csak simán hátrányos helyzetű, hanem hogy roma testvéreddel jártam egy osztályban. Én nagyon szeretlek titeket.
Nekem nagyon sok roma barátom van. Szerinted kik és vajon miért nézik kevésbé közéjük valónak a másikat? A cigányok a fehéreket, vagy a fehérek a cigányokat? És vajon miért? És hogyha ez így van, akkor szerinted mi erre a megoldás, hogy erősebb legyen az összefogás Krisztusban? Én úgy gondolom, hogy mind a két oldalon nagyon nagy a probléma. Már úgy értem, hogy a kivetettség, tehát a cigányok között is kinézik a nem cigányokat, és ezen az oldalon én azt hiszem, hogy az elutasítottsági érzés az, ami a legerőteljesebb, amikor mi azt érezzük, hogy lenéznek minket, hogy elutasítanak minket, és hogy általánosítanak, és mindig rossznak gondolnak minket, még akkor is, ha mi nem vagyunk azok. És ez egy szerintem egy belső komoly fájdalom. Tudat alatt az elutasítottsággal nagyon sokat küzdünk. A másik oldalról pedig, ha arról is szabad egy kicsit beszélnem, én úgy gondolom, hogy ott pedig az általánosítás pont a legnagyobb probléma. Tehát az, hogy ők nagyon sok negatívot tapasztalnak meg a tőlünk cigányoktól. És ezért már nagyon nehéz nem általánosítani, hanem tényleg a sok fájdalom, amit egy-egy helyen megtapasztaltak, ott ezt kiáltalánosítják az emberekre, és így minden cigányt kizárnak a körükből. És nagyon örülök, hogy mondtad, hogy sok barátod van cigány, mert én ebben látom a megoldást. Köszönöm. Nem zavarlak titeket tovább, jó? Köszönjük, hogy itt voltál, megkérdeztél. Ugye megtértél, és azt mondtad, hogy végérvényesen Kornél szerettél volna lenni. Miben nyilvánult ez meg az életedbe utána? Eljártál ehhez a családhoz? Hogyan lett belőled egy kétdiplomás pásztor? Úgyhogy hatodikban se írni, se olvasni Igen. nem tudtál. Nagyon érdekes, hogy ez a család felajánlotta nekem, és abban az időszakban nem csak nekem, hanem több gyermeknek azt, ők ezt a szívükre vették, hogy a tanulásban segítsék a gyerekeket. Én tudat alatt azt mondtam, hogy én tanulni akarok. Érdekelt ez a dolog, és habár akkor még nem tudtam volna megfogalmazni, hogy ez lesz az egyik kulcsa a kitörésemnek, de egy olyan tudatossággal léptem bele a tanulásba, és elfogadtam azt a segítséget, amit ez a család nyújtott. Egy hihetetlen segítséget kaptam ettől a családtól. Nem tudtam olvasni, ugye ezt említettem már, ezért a tanulásban csak úgy működött, hogy felolvasták számomra a feladatokat. Tehát minden este elmentél hozzájuk iskola után, és velük töltötted Igen, az estét? Igen, iskola után mentem hozzájuk, és ők tanultak velem, odaültek mellém, és tanultak velem. Úgyhogy voltak saját gyerekeik is, és veled foglalkoztak? Igen. Nagyon hamar gyors eredményeim lettek, mivel hogy nagyon mélyről indultam, hamar kiderült a tanárok számára, hogy én most elkezdtem tanulni. Most megtértél, 12 évesen, tanultál, szüleid egyszer csak azt látták, hogy hazamész tisztán, tudsz, jobbak a jegyeid, de közben az Istennek az igéjét is gondolom tanulmányoztad. Igen, hogy férte be bele a lopás, meg ez az életmód, amit otthon láttál? Hát ez egy nagyon helyes helyzet volt, mert én a megtérésem után már nem voltam hajlandó lopni, tehát az éhezésem ugye megszűnt, tehát hogy innentől kezdve a család miatt mindig volt élelem. Ugye az iskolába kaptam, tehát az iskolás időszakokban régen sem éheztünk, csak a hétvégeken. Tehát az iskolában megebédeltem, ennél a családnál megvacsoráztam, úgyhogy már nem volt szükségem arra, hogy ételt szerezzek. Azokon az esetekben, amikor pedig a szüleim küldtek, azokban az esetekben nemet mondtam. És ez nagyon, nekem is nagyon nagy lelki harc volt, mert azt kellett mondanom, hogy nem tehetem már. És ez egy komoly küzdelem volt a szüleimmel is, mert nekik is nehéz volt ezt elfogadni, hogy most nem lesz úgy fa, nem lesz úgy élelem, nem lesz úgy segítség, tehát ez is egy nehéz harc volt anyukámmal, amit egy idő után megértettek és elfogadták, hogy ez egy más időszak már az életünkben. Utána tovább tanultál, informatika szakra mentél, és hogy lett belőled ma az, aki vagy, Igen. egy pásztor? Igen. Tovább tanultam, ugye középiskolában, ott is már informatika szakon voltam.
Úgyhogy a tanulásban éreztem azt, hogy egy kiút lesz az életemben, és az is lett, tényleg szakmám lett. Nagyon hamar találtam egy állást, és aztán pedig ezután egy még jobb állást, és aztán még jobb állást, tehát Isten nagyon fölemelt ebben a kérdésben, mert megfizettem akkor az árát, és tanultam. De már gyerekkorom óta tudtam azt, hogy ez egy nem csak az én életemről szól. Van egy elhívásom, ég a szívem a saját népemért, azért, hogy segítsek nekik abban, hogy hogyan lehet ebből kitörni. Hogy hogyan lehet abból az életből, abból a nyomorúságból, abból a szegénységből, abból az elutasítottságból, amit a pincérrel beszéltünk az előbb, abból kijönni és meggyógyulni. Nekem is egy hosszú folyamat volt, amíg például az elutasítottságból meggyógyultam. És ma is időnként érzem magamon, hogy vissza-vissza jön az az érzés, és küzdök ezzel az érzéssel. De Isten csodálatosan elvégezte ezt bennem, úgyhogy egy feladatként van ott a szívemen, hogy segítsek a saját népemnek, és hogy ne csak kiemelkedve ott hagyjam őket, hanem visszatérve segítsem őket, és segítsek kiutat mutatni nekik. Van három fontos pontom, amit én kiútnak látok ebből a helyzetből, és én ez az, amit próbálok hirdetni, és amit próbálok elmondani mindenkinek, aki hajlandó meghallgatni engem, legyen az cigány vagy nem cigány, de főleg a cigányok, mivel hogy nekem, én is onnan jövök, nekem ő értük igazán a szívem. És mi ez a három pont így végszóként? Ez a három pont a tanulás, a munka és a kereszténység, Isten útján való járás. Hát nagyon köszönöm, hogy a pincérként vendége voltál. Nem semmi. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Sok erőt a szolgálatodhoz, mert van mit harcolnod. Ez egy nagyon-nagyon durva sztori volt, és szerintem az a legeslegnagyobb üzenet benne, hogy Isten bármennyire is szereti az ő népét, ha nem lett volna ez a misszionárius család, akkor nem sokat tudott volna tenni értük. Tehát kellünk az egyházba, kellenek az Istennek az emberei, hogy fel tudja őket használni a győztes élethez. Úgyhogy van mit tennünk mindenkinek harcra fel, akinek ez megérintette a szívét. Ne felejtjétek, hogy a Patreon oldalon, amit itt lent láthattok, ezen a linken az extrákat is megtekinthetitek Kornéllal kapcsolatban, mert ugye nem fér minden vele a műsoridőnkbe. Valamint, ha még nem tettitek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra is, hogy ne maradjatok le a következő kémadásról. Minden jót nektek, tartsatok a pincérkémmel. Isten áldjon benneteket!